jön a háború, talán tanult volna a szakmát. És akkor olyan helyre kellett menni, akkor elkerült a villamos telepre, a postára, és ott is mind ilyen kis írnokoskodást egy pár hónapig. Mindig a cél csak az volt, hogy pénzt keressen, hogy a családot segítse. Egy nagyon jó ismerős barátja, iskolatársa, annak egy hozzátartozója volt az Üszöki vasútállomás vezetője, és akkor azt kérte, hogy nem venné fel az Imrét gyakornoknak. Jó van, küldd el azt a tanimrét, majd megnézzük. És akkor vette föl 1917. július 18-án az Imrét, mint napi béres kis hivatalnokot. Már 19-ben áthelyezték a pécsi főpályaudvarra, ott kapcsolódott össze a bányászokkal. Szóval a bányászokkal való tevékenységétől kezdve lett ő kommunista. A Tanácsköztársaság megalakulásakor eltűnt Pécsről, Kaposvárra ment, hogy belépjen a Vörös Hadseregbe. Azért ment el, mert sokan elmentek segíteni a Tanácsköztársaságnak. Az Imre hosszabb ideig nem tartózkodott idehaza, hol Bécsbe, hol Győrbe volt, de a családnak nem tűnt fel, mert a munkájával kapcsolatosan többször hónapokig nem tartózkodott idehaza. Március elején tartóztatták le. Kérem szépen, 8-10 napig volt a városi rendőrfogdába, amit most Városház utcának neveznek, abban az alapsorban voltak az akkori letartóztatottak. És 8-10 nap múlva pedig fölvitték a vármegyeházára, de akkora már agyon meg agyon verték, ott volt talán 2 hétig. Minket nem értesítettek az ítéletről, a szülőket nem tartották annak, hogy azokat értesítsék. Mi csak másoktól hallottuk meg, hogy az Imre 1 évet kapott. Igen, csak hogy az 1 évből sokkal több lett, mert április elején tartóztatták le, és bizony ő csak 1924. augusztus 12-én tért vissza. És mi gyerekek akkor nagyon meglepődtünk, mikor megérkezett, mert a mi bátyánk magasabb lett, de a szép barna hajában már ősz részek voltak, és cvikkert hordott. Mi kérdeztük tőle, hogy minek kell neked, Imre, az a cvikker, akkor cvikker volt, nem ilyen. Ő azt mondta, ja gyerekek, a sok hónapi sötét zárka tönkretette a szememet. Na ez volt augusztus 12-én. Hazajött, és a legszükségesebbet összecsomagolta, és odajött hozzám, megcsókolt, és azt mondta, légy jó és becsületes, és ne hagyd el apánkat. Szóval volt egy ilyen mozgalmi nyaralót, amit kibéreltek Márna mellett, és ott ismerkedtünk meg. Hát akkor, ahogy szokott ez lenni,
összejöttünk, és akkor egyszer azt mondta, hogy úgy, hát ha nem maradok vele, akkor abból nagy baj lesz. Na hát akkor végleg elhatároztam magam, és oda költöztem, az egy olyan kis 13. kerület végén, az már akkoriban Párizsnak nagyon a széle volt, már a gyárvidék volt. És ott egy két cselédszoba volt, víz az kint a folyosón, ahogy volt ez Párizsban annak idején, és az egyiket konyhának használtuk, és a másikat szobának. Tarimrét 1929-ben ismertem meg. Én akkor, mint fiatal kárpitos segéd Párizsba mentem munkát keresni, és ott elhelyezkedtem a Tonet bútorgyárba, ahol ő ott, bár a foglalkozása más volt, de mint betanított kárpitos dolgozott. És az Imre azt akarta, hogy mert a gyárakban benn maradtak a munkások, hogy oda járjanak a művészek őket szórakoztatni. Én is mentem Bulvár Kellermann, ez egy repülőgépgyár volt, nem hiszem, hogy ottan táncoltam, meg szavalatok voltak. És az Imre azt akarta, hogy én ezt csináljam. Hát én is akartam, persze. És azután megszületett a gyerek, és a gyereknek borzasztóan örült. Először azt hitte, hogy fiú, mert amikor megszültem, akkor félt eljönni a kórházba, és három napig meg volt győződve, hogy neki fia van. De aztán azután már nem volt erről szó később. Hát akkor aztán a gyerek lett a központ, akármennyire mozgalom is, meg gyerek is. Úgyhogy a párizsi kommunista mozgalomba Tarimre bevont engem. Ott nagyon sok munkás, paraszt élt, bányász Franciaországban, gazdasági emigráció, politikai emigráció. Miután az volt a benyomása rólam, hogy helyes, ha bevon, vagy bevonhat a mozgalomba, bevont a mozgalomba, és olyan megbízatásokat kaptam, amelyek visszaemlékező és hasznosak voltak. A Magyar Királyi Követség igyekezett befolyást szerezni az emigránsok között. Volt egy magyar ház nevezetű intézmény, ahol mindenfélét lehetett birkózást, a sakkozásig csinálni, első oda küldtek engem be, hogy végezzek mozgalmi munkát, később pedig a párizsi munkás szerkesztésébe. Szóval volt egy iroda, és akkor meg is tanultam gépelni, mert volt egy olyan kis magyar újság, amit ő szerkesztett, nem egyedül, de hát nagyjából. Az fönt a 18. kerületben volt. És akkor szóval ott segítettem neki, megtanultam gépelni lassan, és ott együtt dolgoztunk, így telt tulajdonképpen ez volt, hogy akkor reggel oda indultunk, és jóformán ott is ebédeltünk egy vendéglőbe, akkor az nem volt nagy ügy. És akkor általában este elküldött engem ilyen nagyobb nyilvános gyűlésekre, hová ő nem ment. Viszont hát neki összejövetelé voltak kis körökbe. Így teltek a napok. Tarimre által szerkesztett lap eljutott Belgiumba, Luxemburgba, Kanadába, Dél-Amerikába, Egyesült Államokba, a világ minden részébe. Magam is tagja voltam a szerkesztő bizottságnak, amely rendszeresen ülésezett, a nyomdában dolgoztuk, írtunk a cikkeket, Tarimre felügyelete alatt és irányítása alatt. És az akkori vezetés Tarimre Szabó Ferenc és Csernyák József úgy vélte, hogy eljött annak az ideje, hogy megkérdezzenek, hogy vajon a pártba be akarok-e lépni, szeretnék-e belépni. Én örömmel, igennel válaszoltam, és az a nagy megtisztelés ért, hogy 1929. augusztus 20-án vettek fel a pártba, ez az augusztus 20, annak idején nemzetközileg a háború ellenes nap volt. Ő nagyon
hogy is mondjam, szigorú volt. Voltak is kisebb összeütközései. Egy nagyon magával szemben elsősorban nagyon igényes és szigorú ember volt. De hangsúlyozom, hogy ember volt, tele humanitással, megértette az embereket, segítette őket, de nagyon vigyázott arra, hogy a kommunisták magatartása példamutató legyen, a kommunista szervezet működése példamutató legyen. Én azt hiszem, hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy helyes magatartás volt, sokan ezt félreértették. Szóval a frakcióharcoknak a lényege tulajdonképpen az volt, hogy a mozgalom különösen idősebb generációja, akik az illegális mozgalomban is részt vettek annak idején, nem nagyon értette meg, hogy vagy egyáltalán nem értette meg, hogy a népfront politikában a nép széles rétegeire kell támaszkodni. Tehát nem egyedül a munkásosztály harca egymagában nem vezethet sikerre oly hatalmas ellenséggel szemben, mint amilyen például a fasizmus volt abban az időben, amely föllépett a nép egész tömegeivel szemben. Tar Imre kezdettől fogva a népfront politika hívévé lett. Ő magyarázta nekem, hogy a népfront mennyire szükséges az, hogy a népfront keretein belül megmutassa a munkásosztály nemzeti jellegét is, nem csak nemzetközi jellegét, és hogy a nemzeti zászló fölemelésével a szocializmus ügyének nemzeti keretek közötti küzdelmét is folytatni kell. 1936 nyarán értesültünk a franciaországi sajtóból a spanyolországi fasiszta felkelésről. A magyar önkéntesek szervezése már októberben megkezdődött, még Tar Imre irányítása alatt, azonban Tar Imrével együtt csak november 7-én utaztunk le Spanyolországba. Szóval nem is volt kérdés, hogy ne menjenek. Én csak úgy emlékszem, hogy a vonatnál mégis gondoltam, hogy jó volna, ha ott maradna, és azt mondta, hogy ha nem megyünk, akkor világháború lesz. Ez tényleg így mondta, hogy ott győzni kell, mert világháború lesz. Szóval ezt elég világosan látták. 1936 nyarán kaptam tőle egy levelet. Én akkor, mint kiragadt rendező, a Korvin áruházban dolgoztam. És jól éltem. Szüleim Rákoshegyén laktak. Én Budapesten 80 pengőt kerestem. 80 pengőből volt egy albérleti szobám. Abból étkeztem és ruházkodtam. Hát szerényen természetesen. Szóval 1936-ban kaptam nyarán. Kaptam tőle egy levelet, ahol azt írja, hogy ő és a barátai délre mennek, és örülnének, hogyha én is velük tartanék. Hát értettem, hogy miről van szó. Itt megbeszélve az elvtársakkal, kérve a hozzájárulásukat, kimentem Spanyolországba. De hát ez kicsit hosszadalmasabb volt Csehszlovákián, Párizson keresztül. Párizsban jelentkeztem, és azok között voltam 1936 végén, 37 elején, akik még legálisan tudtak Spanyolországba menni, akkor még a francia kormány nem zárta le a francia-spanyol határt. Lekerültem egy spanyol egységgel a déli frontra. 1936 novemberében a akkor létesült 13. nemzetközi brigád tagjaivá lettünk, ahol egy magyar szakasz alakult, ennek a szakasznak politikai megbízottja Tar Imre lett. Ott találkoztam én Tar Imrével, nagyon sokat beszélgettünk, hát ugye
hosszú évek után nagyon örültünk egymásnak. Ő elmondta az elképzeléseit, hogy szükségesnek tart egy magyar egységet, egy önálló magyar egységet. Van is annyi magyar, hogy ezt meg lehet szervezni, és minden reménye megvan, hogy lesz egy magyar zászló, és megígérte, hogy akkor engem is ebből a spanyol egységből át fognak kérni. Amikor másodszor találkoztam vele, és a 13. brigád magyar zászlóaljával, szóval akkor már létezett a zászlóalj, akkor egy olyan harci cselekményben vettünk részt, és ők a déli front megerősítésére szolgálva kerültek oda, amely a fasiszták fő támadási terhétől el akart vonni erőket. Az öcsémmel ott találkoztam, aki a magyar zászlóaljban szolgált, akkor találkoztam utoljára Imrével. 1937. június 12-én folyt le a Csimiászi csata, amely a magyar zászlaj első nagy ütközete volt. A támadás, amit elindítottunk, úgy volt tudomásom szerint, hogy reggel 4 órakor kellett volna támadni, és kb. 6 órakor érkeztek oda a tankok, úgyhogy későn indultunk a támadásra. És ott álltam a Dieburg mellett, és kérdeztem, hát most mi legyen az én feladatom, akkor elmondta, hogy mi az én feladatom, de először menjek el és keltsem fel a Tarimrét, mert együtt indulnak el rohamra. Nagyon csodálkoztam rajta, mert a vezető tiszteknek hátulról kell indítani az egységeit, és ő pedig a politkomisztárral együtt elsőnek lépett ki az áronból, és vezette rohamra. A parancsom megvolt, és én is úgy követtem őket. Hevesi Ákos, a zászlaj parancsnoka, visszatérve a brigádtól, a dandár parancsnokságtól, néhányunkat, akik ott voltunk, így Tarimrét, engem, Csébi Lajost és még egy párunkat, arról tájékoztatott, hogy sajnos előttem való nap Lukács tábornokot, magyar tábornokunkat egy tüzérségi találat élte, és meghalt. Hevesi fölszólított bennünket, hogy bosszuljuk meg tábornokunkat, úgy menjünk az ütközetbe, és legyen a magyaroki a dicsőség, hogy Csimiászt elfoglalják, amely kulcs helyen állt Huesca és a fasiszta hátország Szaragosza között. Magas kukoricáson és egyéb veteményeken keresztül folyt a előre nyomulásunk. Lehetett körülbelül 800 méter a távolság a fasisztáknak a állásaig. Közben eltűntek a katonáink a kukoricás mögött, és Hevesi átküldött a másik szárnyra, hogy nézzen meg, mi történt, és ő maradt egyedül a bal szárnyon. Csak később tudtam meg, hogy Hevesi, ahogy állva vezette a rohamot, állva vezette az egész idő alatt a rohamot, elesett. Én magam Tarra akkor találtam rá, amikor egy akna találat érte. Az aknával engem is lőtek, szerencsére engem nem találtak el. Nekem sokáig nem kellett várni, mert oldalról én is egy lövést kaptam, egy karlövést kaptam, amely egy ilyen szép rózsát csinált a karomon. Tarimrét a hátán, a szíve táján kapott egy aknaszillánkot, mély sebet, megpróbáltam bekötözni,
de sajnos elallélt, és egyedül képtelen voltam a vállamra vinni, venni és elhozni. Oda feküdtem mellé, és akkor láttam, hogy az a tarjumra. És megnéztem, hogy megfogtam a pulzusát, megnéztem, próbáltam, hogy éle még, de már nem él. És megnéztem, hogy milyen sebet kapott. A hátán egy ilyen, körülbelül egy olyan 5-6 centis ilyen kör alakú, ilyen kifli alakú sebesülés volt, ami egy géz volt rátéve. Bekötözve nem volt. Na most én bementem a szőlőbe, de hát a szőlőbe is ropogtak a robbanó golyók, és hát visszakerültem nagy nehezen az állásunkba, az kiindulási pontunkra, ahol ott volt Csébi Lajos, és ott találkoztam újra Kepes Imrével is. Még az est leszállás akkor is Weissbrunn Györggyel, a későbbi politikai megbízottal együtt mentünk a sebesülteket összegyűjteni, és kerestük Tarimrének akkor már holttestét, de nem találtuk meg. Hát nem tudtam meg, hanem kaptam egy papírt, hogy eltűnt. És akkor eltűnt, azt hittem, hogy talán fogoly, és a Vörös Keresztet kértem, hogy nézzen utána a börtönökbe. És akkor kaptam egy papírt, hogy nem találták. És akkor egész véletlenségből a magyar követségem voltam, és ott volt egy Ravasz nevű, aki szintén ugyanebben a csatában ott volt. És azt mondta, hogy ne keresd, mert meghalt. És akkor később aztán kaptam is egy, nem is tudom, hogy akkor kaptam egy papírt, vagy nem kaptam. Hát gondolhatják, hogy milyen állapotban voltam, az öcsém megérkezett, és elvittek nyaralni Svájcba, és ott mindig hallottam az ágyút, pedig hát, szóval úgy képzeltem, hogy ez is olyan vidék, hegyes vidék, még tudom, hát nem tudtam pontosan, hogy milyen, sokkal később tudtam meg, hogy ez a Huescai csata, milyen körülmények között történt. A támadást sajnos elszigetelten csak a magyar egység végezte. A mi támogatásunkra csak később, amikor már a mi támadásunkat visszaverték, akkor indítottak újabb, ha jól emlékszem, olasz vagy más vagy francia egységet a jobb szárnyon. De az se annak se sikerült Csimmi azt elfoglalni. Sajnos együtt ért a három halálír, Lukács tábornok, Hevesi Ákos és Tarimre halála. Csébi Lajos, aki a zászlós stábjának volt a parancsnoka, azt mondta, amikor meghallotta a hírt, hogy ez a második Mohácsunk. Tarimre föltétlenül egy kiemelkedő egyéniség volt. De hát azt nehezen tudom most megmondani, hogy kik köré soroljam, de a pártnak egy olyan vezetője volt, akit nem szabad a munkás mozgalomnak elfelejteni. Most nem ilyen emberekről beszélve, mint én vagyok, hogy közvetlenül ismertük őt, és barátok voltunk. A munkás mozgalom panteonjába Tarimre is beletartozik. Ami azt illeti, hát Pécset most már megvan a megbecsülése, ott már tudták a helyére tenni. És ennek ő borzasztó örülne, azt tudom. És annak is örülne, hogy egy technikai iskolát neveztek el a nevéről. Szóval ez az ő helye. Ez jó. De Pesten meg senkinek fogalma sincs róla, hogy... De talán egyáltalán se őről, se a társairól. Igaz, hogy csináltak egy szobrot, de akkor ott voltam, amikor azt fölavatták, akkor beszéltek először a spanyolországi önkéntesekről. Nem biztos, hogy a Rákosi időket átvészelte volna. A mai időket az jó lett volna.
és valószínűnek tartom, sőt biztosnak tartom azt, hogy megértette volna azokat a változásokat, amelyek itthon történtek, és ma egyik vezetőn között, egyike lehetne a vezetőinknek. Ő ma egy nagyon jó nyugdíjas vasúti tisztviselő, aki nyugodtan élte volna le az életét. Ő ezt tudta, és ő mindent felrugott az, ezért az ügyért. Ha az Imre hazatérhetett volna, és megérhette volna a felszabadulást, a Rajk-féle per őtet is uton érte volna. Én, mint testvér, minden évben az évfordulókon úgy emlékezek meg a jó testvérről, hogy kiteszem a piros gyokraimat az ablakba, így módon igyekezek a tiszteletemet és a szeretetemet leróni azok iránt, akik jeltelen sírokban nyugszanak